Egy nagy biztosító irodaházában dolgozom, vagy 300, főleg női társammal együtt. A legtöbb irodánk ablakában az első hideg napoktól kezdve megjelennek a párkányra kirakott ételek. Én már kollégista koromban sem szerettem az ilyeneket, szerintem az ablak nem ételtárolásra való. Kolléganőim csak nevetnek rajtam, azt mondják, ott is van olyan hideg, mint a hűtőben. Kinek van igaza? Az élelmiszerek tárolása során nem csupán a hűtési vagy a külső hőmérséklet az a paraméter, amerre oda kell figyelnünk, hanem nagyon fontos, hogy a tárolás során megelőzzük az élelmiszerek szennyeződését és fertőződését. Márpedig kint a szabadban, ahol galambok, verebek, madarak röpködnek, és különféle szállóporral lekerülő szennyező anyagok is rákerülhetnek a csomagolásra vagy a dobozra, előfordulhat, hogy szennyeződik az étel. Azt tudni kell, hogy ezek a vadmadarak, akik ugye jelen vannak a környezetünkben, nagyon sokszor az állattól emberre terjedő fertőző betegségek hordozói, tehát nem tanácsos az ételeket így tárolni.